Háttérbe szorult a tudományos képzés az elmúlt időszakban, kirívóan alacsony a műszaki és a természettudományos diplomát szerzők száma. Másik probléma, hogy a felsőoktatási intézményekbe bekerülő hallgatók felkészültsége is elmarad a kívánatostól. Ennek is köszönhető, hogy magas a lemorzsolódási arány. Nyíregyháza és térségében nagy igény mutatkozik a szakképzett természettudományú végzettségű munkaerő iránt, amelyet a munkaerőpiac nem tud kielégíteni. Ezek alapján a Nyíregyházi Egyetem programjának célja, hogy a természettudományos és műszaki pályát végzettek számát növelje, ennek érdekében egy úgynevezett élményközpontot is kialakítanak. A Nyíregyházi Egyetem és Nyíregyháza város önkormányzata tavaly nyert egy pályázatot. Ennek köszönhetően kaptak támogatást az élményközpont kialakítására, amely a Bátori utcában fog majd működni, várhatóan 2018 őszétől az általános és középiskolák számára. Ez az élményközpont a matematika, műszaki tudományok, fizika, kémia, tantárgyak iránt érdeklődő hallgatók számára szeretne olyan mélyebb betekintést adni, amelyekben olyan módszertani ismeretekkel, olyan élményekkel gazdagodhatnak, amely mondjuk egy klasszikus általános iskolai vagy középiskolai tanítási óra keretein belül nem megvalósítható. 21. századi körülmények között egy teljesen felújított, külső-belső, teljes 21. századnak megfelelően felújított épületkomplexumban olyan modern és új eszközökkel ismerkedhetnek meg a tudománnyal, amelyekkel esetlegesen ezek a hallgatók, diákok még eddig nem találkoztak. Az élményközpont kialakítására azért van szükség, mert az egyetem úgy tapasztalta, hogy sok diák nem tudja teljes mértékben eldönteni, hogy mely tudományág érdekli őt a legjobban. Ez a központ segítséget adhat az orientálódásban, a tudományoknak azon részeit is megismerhetik az élményközpontban, amellyel még nem találkoztak. Ezen túl a tehetséggondozás is kiemelt feladata lesz a programnak. Speciális, funkcionális tantermeket alakítanak majd ki az élményközpontban, és kis csoportos foglalkozásokat szerveznek majd, amelyeket a Nyíregyházi Egyetem oktatói tartanak, ugyanis ők állították össze a tananyagokat is. A szakmai munkát már ezzel kapcsolatosan elindítottuk. A megyében jelenleg 10 nyíregyházi iskola és 10 vidéki iskola, aki becsatlakozott ebbe a programba, hogy szeretnének a következő tanévben ezeknek a szakkörrendszerű foglalkozásoknak, azoknak a tematikus foglalkozási napoknak, kiscsoportos foglalkozásoknak, tehetséggondozásoknak aktív részesei lenni, amelyre a kollégáink már az új eszköztárral, módszertannal ellátott oktatási programjait előkészítik. Milyen eszközökre kell gondolni, robotokkal támogatott informatika oktatás, olyan biológiai és kémiai laboratóriumi körülmények létrehozása, amelyekben a magasabb szintű kémiai, biológiai kísérletezések is megtekintésre kerülhetnek, bizonyos kreatív eszközökkel támogatott matematika oktatás, minél magasabb szinten digitalizált feltételekkel. A cél, hogy a középiskolások egy része emelt szintű érettségi vizsgát tegyen valamilyen természettudományos tantárgyból, illetve hogy már a középiskolai éveik alatt is kapcsolatba kerüljenek a Nyíregyházi Egyetemmel, majd később ebben az intézményben végezzék felsőfokú tanulmányaikat. A statisztikai adatok alapján a következő évtizedekben komoly pedagógus hiánnyal is számolni kell a természettudományos oktatás területén.